folytatásban pedig ismerkedjenek meg két tehetséges népzenésszel, nevezetesen Cucor Ramonával és Lipcsei Hajnalkával, akiket szeretettel köszöntök. És hát voltatok most egy rangos versenyen, meséljetek egy picit erről, hogy merre jártatok. Ha jól tudom, Budapesten volt ez a verseny. A Vas Lajos Népzenei Szövetség két évente rendezi meg hagyományőrző versenyét, amelyen citera, szóló és csoportos műsorszámok is egyaránt nevezhetnek felnőtt és ifjúsági kategóriában. Mi ezen a versenyen 2015 tavasszán indultunk. A területi válogatók több helyszínen és különböző időpontokban kerülnek megrendezésre. És hát akkor ezen indultatok ti is. Igen. És ha jól tudom, akkor díjakat is hoztatok el? Igen. Én a Vas Lajos nagy díjat nyertem meg, ami a legjobb díj ezen a versenyen. Emellett van a NIVU díj, a kiemelt NIVU díj és a nagy díj. Akkor nagyon nehéz lehetett, mert ilyen rangos mezőnyben ilyen helyezést elérni, akkor az ország minden pontjáról voltak, gyakorlatilag igen, a válogatók után. Hát határon túlról is nagyon sok ember érkezett. Jöttek a Vajdaságból, Szlovákiából, Szlovéniából és Erdélyből is. Uh-huh. Ramona, neked hogy sikerült? Én kiemelt NIVU díjat kaptam. Gratulálok akkor neked is. Hát hoztatok egy citerát is, ami egy különleges hangszer. Nekem gyerekkoromban az egyik kedvencem volt, bár soha nem volt citeránk, csak a tévében láttam, ahogy citeráznak, és olyan szimpatikus volt. Viszont ha jól tudom, akkor mind a ketten citeráztak is, ugye? Tehát az éneklés mellett. Sőt, hát rengeteg dologgal foglalkoztok, talán még a zongora is belefért? Igen, vagy neked legalábbis mindenki. És az egy különleges történet, ahogy te például elkezdtél citerázni. Igen. Mert véletlenül csöppentél bele az egészbe? Véletlenül. A bátyám járt a Vikár Sándor zeneiskolába, gitárórákra, és anyukámmal mindig elkísértük őt, és vártuk, hogy vége legyen az órájának, és itt találkoztunk Ágota nénivel, aki megkérdezte, hogy lenne kedvem járni hozzá népi énekre, mert amíg ott ülünk és várakozunk, addig se unatkozzak. Uh-huh. Én átgondoltam, és elkezdtem hozzájárni énekre, majd az általános iskolában, harmadik osztályban mindenkinek lehetősége nyílt arra, hogy válasszon egy hangszert, és mivel Ágota néni tanított az ének mellett citerát is, ezért én a citerát kezdtem el, mint hangszer. De tavaly és tavaly előtt két évig zongoráztam, és most van másfél éve, hogy népi hegedülök. Az igen, nem tudom, hogy bírod, és mellette még ugye a Kantémuszban énekeltél, most pedig már promúzika, ugye, mert már középiskolás vagy. Hát nem tudom, hogy bírod energiával, de kitartást a folytatásban is. Ramona, mesélj egy picit, te hogy kerültél kapcsolatba a népzenével? Kiskoromban sokat énekeltem, játékok közben, mikor iskolába kerültem, akkor, mikor másodikos voltam, a tanárom az ünnepségen felkért, hogy énekeljem el a himnuszt. Nagyon jól sikerült, és ő ajánlotta Ágota nénit. Ágota néninél elkezdtem tanulni éneket. Az ének mellett nagyon megtetszett a citera, és megkérdeztem tőle, hogy járhatok-e nála citerázni. És azt mondta, hogy igen, és karácsonyra kaptam a citerát, nagyon örültem neki. Ezt gyártanak még ilyet, mint ez a citera? Tehát ez, vagy ezt úgy lehet örökölni, hogy ez egy régi citera, vagy pedig lehet vadonatújonnan vásárolni ilyet? Gyártanak még is, ilyeneket lehet venni. Aha. Na mutassatok nekem egy-két fogás, hogy lehet ezen citerázni? Tehát azt látom olyan, mint a gitároknál, ugye vannak ilyen bundok, nem tudom, úgy hívják-e, akkor ezt itt lefogom, ugye, lenyomom, és akkor és ezt pengetni kell? Helyen kell pengetni, tehát itt van a hasa, és igen, itt kell pengetni. Tehát ebből meg kell fordítani az egészet, igen, és akkor lefogom, de kézzel pengeted, vagy van pengető? Igen, van pengetőm. Tehát akkor pengetővel. Igen. Mennyi idő kell ahhoz, amíg az ember megtanul mondjuk egy népdalt eljátszani ezen? Tehát mennyire nehéz megtanulni citerázni? Hát először inkább az alapokat kell, hogy milyen hangok vannak rajta, milyen húrok, és hogy kell a technikát elsajátítani, de szerintem egy olyan év alatt már ezeket el lehet sajátítani, és utána jöhetnek a dalok. Aha. Nehéz egyébként? Tehát mondjuk a népdal éneklés és a citera együtt? Mert hogy gondolom itt a fellépésen úgy énekeltek, hogy közben citeráztok is. Tehát hogy mind a kettőre figyelni. Hát én még énekkel indultam csak versenyeken. Most februárban lesz a Gödöllő, és ott fogok citera énekkel indulni. Aha, tehát magyarul saját magadat kíséred. Igen. Hát ezt el sem tudom képzelni, hogy mennyire lehet nehéz. Neked meg különösen nehéz lehet, mert ugye Szabó Dénesnél, a Kantémusznál teljesen másképp kell énekelni, mint egy népdalnál. Még ez nekem is feltűnt ilyen laikusként, hogy máshol kell képezni a hangokat is. Igen, máshol kell képezni, és ez egy másfajta, teljesen másfajta világ, és gyakorolni kell sokat, hogy ne keveredjen a kettő. Át tudsz állni? Tehát mondjuk azt mondom, hogy
csütörtökön még fellépés van népdalének, pénteken meg már próba, akkor már a kórusba énekelsz? Igen, hát tudok állni. Most is fogok menni a Kodályba, és lesz egy énekes fellépés. Fú, akkor nem lehet egyszerű dolgod. Hogyan tovább? Tehát ezt szeretnétek ezzel foglalkozni majd hosszú távon, akár tanítani a népzenét, a népdalt, vagy ez most egy nagyon jó hobbi, nagyon jó kikapcsolódás, de én, ahogy látom, már több ez, mint hobbi. Neked például mik a tervek van népzenével? Hát még hatodikos vagyok, és még nagyon sok időm van arra, hogy még gondolkozzak, hogy mi lesz a továbbiakban, de én szeretném folytatni, mert nekem nagyon tetszik a népdal. Ugye te a Kertvárosi iskolába jársz, nagyon büszkék voltak az osztálytársak, tanárok, amikor vitted az oklevelet? Igen, nagyon büszkék voltak, az iskola honlapjára is felrakták, hogy mit értem el. Fú, hát és nagyon jó lett a Kertvárosi iskolának, és már innentől megvan, hogy ki az, aki 8-ig a himnuszt énekli, vagy bármi, amire szükség van, hogyha énekelni kell. Te pedig ugye az Zrínyiben jársz, belefér még az idődbe? Mert ott azért középiskolában sokat kell most már tanulni. Beleférheti, egyszer járok Ágota nénihez egy órát, és hétvégén sokat szoktam gyakorolni, de majd a későbbiekben szeretnék a Nyíregyházi Egyetemnek a nem régen induló népzene szakára jelentkezni. Uh-huh. Akkor téged teljesen megfertőzött Ágota néni ezzel a népzenével. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hát gratulálok nektek, mert köszönöm. Szenzációs eredmény. Lehet tudni, mi lesz a következő verseny, vagy mikor lesz? Most szombaton lesz egy verseny Demacserben, ott nem csak szólóban, hanem kisebb csoporttal is fogok indulni, meg februárban lesz a Gödöllő. Uh-huh. Tehát akkor nem fogtok unatkozni a következő hónapokban sem. Gratulálok még egyszer, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok.